Na, akkor szépen, akkor vissza is pakolom ezt a jó kis inkrájbont, és másra pedig nincs is szükségem jelenleg, úgyhogy tök jó vagyok. Ja, azt nem is fogom használni igazából. Ha valami esetleg az utamba kerül menet közben, akkor majd szépen improvizálok és kicsikét megbököm. Jó, ez lenne a legegyszerűbb, illetve, bocsánat, ezt gyorsan átvariálom. Most már jó vagyok, oké. Gyerünk. Oké. Na most jövök ugye erre, ahol ugye egyszer felszettem egy növényt, illetve van még egy ajtó, amire még nem voltam. Szóval, lóti futi. You use the mansion key. Na ez az a puzzle, amit én rendkívüli módon gyűlölök, mert mindig bénázok benne, de igyekszem most minél gyorsabban megcsinálni, jó? Tehát alapvetően annyi a sztori, hogy két oldalra a fal az lezáródik, hogy hol vagyunk. Amíg a szobrot toljuk, addig semmi probléma nincs az égvilágon, tehát így oké, hogy ránk csukódik, de ugye mögötte vagyunk, szóval nem fog zavarni minket egyáltalán. Kicsit klausztrofób, én először be voltam szarva, hogy itt valamit eltoltam, elszúrtam, de ja. Ja, úgyhogy nem megy egyszerű. Legvégéig kell tolni, hogy könnyebb dolgunk legyen, azután pedig kijövünk szépen itt. Van itt egy kapcsoló, én javaslom, hogy Teddybe szembe álljatok vele. Megnyomjuk szépen és elkezd visszafele jönni, és futunk. Jöttünk szépen. Futunk. Menjél. Oké, ezt elszúrtam, akkor még egyszer, jó? Semmi baj, sosem jön össze elsőre. Nem tudom miért, sosem jön össze elsőre, pedig mindig igyekszem. Szépen visszazáródik, és megvárjuk, amíg teljesen megcsinálja. Lehet, hogy másodjára sem fog összejönni, majd kiderül. És futunk azonnal, jó? Azonnal. Menj, állj meg. És told. Gyerünk, én legyek a gyorsabb. Éppen, hogy. Jó, ennyi a feladatunk igazából, hogy oda toljuk, de ezt máshogy nem fogjuk tudni abszolválni. Abszolút sehogy sem. Na mindegy, itt van valami utca. Aha, ja, jól emlékeztem, van itt egy kiskés. Ezekből sose elég, jó? Tehát, hogyha szeretnétek kevés lőszert használni, akkor inkább szaladjatok be egy olyan aztnak a karjaiba, aki igazából később nem okoz majd problémát, és bökjétek meg, vagy süssétek meg, vagy bármi az égvilágon, jó? Ez a legegyszerűbb része. Igen, nem érdekel, köszönöm szépen. Lefele. Massail. Köszönöm. Fú, na most itt van... Pauk! Amíg nem köpnek le, addig nincsen baj, jó? Addig nincsen baj. Itt igazából telibe végigfutunk és jó éjszakát. Ennyi a lényeg. Most ez a rész már viccesebb. És itt van kettő csávó, akivel majd foglalkoznom kell. Az egyiket biztos, hogy meg kell sütnöm, a másikat nem tudom. Ezt inkább elteszem magamnak, jó? Az egyiket telibe szembe megyek, és... Megsütünk. Azaz, addig, amíg sül, addig van időm szépen erre hátrafele jönni, és ő elfekszik. Gyerünk. És akkor most visszaváltunk, mert ez hasznos dolog. A késre, jó? Meglátjuk, hogy ki kell-e kerülnöm a csávot, vagy sem. Nem kellett, tök jó. Buktad! Aha, kicsi köcsög. Na, szóval igazából... A kettes barátunk az... Ha éppen a vízben van a lába, akkor hány, hogyha nem a vízben van a lába, akkor meg kellemetlen is megfog minket. Föl voltam készülve mindenre is. Na most ugye itt vagyunk a konyhában. Gyerünk. Itt pedig van ugye egy tör. Ezt ugye nem vettem föl Krisznél, mert ugye nagyon koncentráltam, de mivel itt most nincsen tele mással, csak ezzel az egyetlen egy hülyével, ezért szépen meg tudjuk futtatni körbe, jó? Ennyi, oké? Tehát amikor nem három zombi van itt, hanem csak egyetlen egy, a sokkal egyszerűbb. És használjuk a liftet. Krisztel azért nem vettem föl, mert ugye próbáltam ott elcsalni és közvetlenül kikerülni, vagy nem megyek a másik kettőnek a karjába, nem volt egy jó móka. Mindegy. Jaj, imádom. Szóval nem hagytam ott semmit, amit terveztem, jó? Semmit. Nyugi.
lassan sétálunk, hogy ne vegyen észre és megtudjam, hogy... Na hol vagy te pénisz? Hát a mögött... Az, az erről van szó. Ez most nagyon közel volt egyébként. Normál esetben valahol ott a folyosó közepe táján van, és kamera fordultával meg tudom nézni, hogy éppen mit szeretne csinálni. Ez most nem jött össze. Na, gyorsan gyűjtögetünk. Fölveszem, persze, hogy fölveszem. Shotgun lőszert szintén fölveszem. Jill ezért jobb egyébként, jó? Tehát, hogy neki van helye. Rohadtul jó dolog. És akkor egy aksit is. Gránátvető meg ezért jó, mert ugye tudja foglalni, vagy nem foglalja a helyet, ugye bele lehet tömni annyit, amennyit nem szégyellünk. Ez a jó része. Gyors fordulás hespicsába. Nagyon remélem, hogy itt nem lesz bakker egy istenvete Crimson Head, ezt tudja, hogy lelőttem, de elvileg itt már nem lesznek zombik, ha igaz. Ami nem itt, ott biztos, hogy van odébb, hanem... ja, ez itt a következő folyosón, ami mindjárt kiderül. Most ott egy... van ott egy Hunter, akivel nem szeretnék barátkozni, szóval igazából most ez. Ez lesz nekem itt a fő célom, hogy erre jöjjek. Van két helyem? Nincs, úgyhogy... Csináltunk. Jó, igazából mérgeződni nem fogunk, de mindegy. Oké. Tökéletes. Tökéletes! Most, itt igazából a puzzle az nem egy nagy hakni. Jó, tehát van itt nekünk egy pár sas, aki nézelődik. Granite shells... Azt nem teszem el, mert ahhoz most nincsen helyem. Szóval most először is lekapcsoljuk szépen a villanyt, hogy kicsikét vakok legyenek. Jó? Ez az első lépés. Azután fogjuk magunkat és eltoljuk szépen azt a kettő szekrényt. Egyik, másik. Én szeretem úgy csinálni, hogy először az egyiket, aztán a másikat fogom magamat is így szépen odébb tolom, hogy csináljak magamnak némi helyet, mozgásteret. Ugyanis... De mozogjál már! Na! Ugyanis ezek folyamatos jelleggel követnek minket ugye a tekintetükkel. Viszont most szépen ide néz, és hál' Istennek itt pedig tök vak, jó? Tehát akkor itt szépen elfutok. Ezt fölveszem. Oké. Itt föl, és lesz időm fölvenni azt a kristályt. Meg is van. Ez az. Szeretném, ha nagyon rám nézne, szóval még kicsit hagyjuk forgolódni. Nem. Lefele. Úgyni, köszönöm, és akkor most ugyanezt a másikat is eljátszunk, jó? Tehát itt végig futunk, amíg nem lát minket, följövünk ide, és... Das ist szarvas. Shit iron. Lefele. Nagyon figyel nekem, jó? Jó. Most a következő rész ez kicsit rizikósabb, de nem baj. Nem erre, bocsánat. Erre, ugyanis itt bizony hunterek fognak jönni. Majd. Szerencsére el lehet mellettük futni, jól? Tehát amikor hirtelen megjelennek, akkor még el lehet mellettük futni, nem okoz problémát egyáltalán. Itt pedig lesz egy darab zombáj, mondom én, és én pedig elmegyek mellőle, itt, idebe. Jó, ez kell nekem. Most ismét visszajövünk szépen a tigris személyhez. Nem egy nagy hakni. És kettő ilyen kristályból, vagy mi az Istenből, igazából egyet fogok tudni most elhasználni, az pedig a sárga lesz. Jó, tehát a piros az másra kell. Piros az másra kell. Köszönöm. M.O. Disk. Gondolom van, akinek ismerős, ugye? Biztos, hogy van, akinek ismerős. Gyerünk! Jók vagyunk. És itt ugye szokásos módon egyébként, ahogy már ugye mondtam is, bejövünk és itt ezen az oldalon jövünk, hogy véletlenül se foglalkozzon velünk, vagy csak forgolódjon össze-vissza. Itt pedig nem tudom, hogy már van-e Crimson Head, valószínű van. Van hát. Ja nem! Csak a szokásos sávóval még mindig igazából ő bóklászik, az meg nem nagyon érdekel engem, jó? Tehát itt most teljesen jó vagyok. Fordul. Az ilyen sok kitérés meg pakolás nélkül egyébként sokkal gyorsabban is működik ez, illetve hát beleszámolja a játékidőbe a cutscene-eket is, jó? Tehát erre számítsatok. És nekem az utolsó állomásom... Azt hiszem...
Az itt lesz majd mindjárt. Aha. Na most én ezzel elkövettem egy kurva nagy hibát. Most egy apróságot meg kell tennem gyorsan. Ja. Nem olyan vészes, de akkor is meg kell most tennem. Igazából nem kellett volna fölvennem a növényt, vagy ki kellett volna pakolnom menet közben. Sajnálatos módon, hogy a hunterek már jöttek, úgyhogy oda visszavenni nem fogok tudni, de nem baj. Ez legyen a legkisebb gondunk, jó? Tehát idekint még mindig van lehetőségünk visszatérni, ugye? Azaz. Nem tudom, miért erre fordultam. Még mindig van lehetőségünk ugye visszatérni erre, mert van ugye a következő ilyen az hollós szoba. Na, jusson már eszembe. Varjas. Nem tudom, mi a különbség a kettő között, mondja már nekem valaki egyébként. Én őszintén megmondom, szinonimaként használom, de biztos vagyok benne, hogy ez két teljes mértékben külön madár. Jó, tehát valaki mondja már nekem, hogy mi a diffi a kettő között. Na, ez meg jó lesz. Benéztem, nagyon benéztem. Very fucking much benéztem, na mindegy. Jó. Szóval ugye itt kiírtottunk már mindenkit, szóval kicsikét kipakolok, és akkor ugyanez visszafelé. Ez van. Ez van. Igen, köszönöm. Azt az egy rohadt izét nem kellett volna fölvennem egyébként a pirosat, de mindegy, most már fölvettem. Szóval őt kipakolom, mert ő majd később fog kelleni, köszönöm. Pirosat azt kipakolom, mert az majd később fog kelleni. Mármi növényileg. A shotgun lőszert azt ide pakoljuk. Ammo disk az bőven később fog kelleni. Aksi meg ez jó, hogy nálam van, és akkor ennyi, jó? Akkor megyünk tovább szépen. Ismételten fegyvertelenül. Az a helyzet, hogy egyébként ilyenkor gyorsabbak vagyunk. Tehát nem tudom miért fegyverre vagy késsel a kezünkben gyorsabbak vagyunk, szóval itt sokkal több esélye van annak egyébként, hogy nem fogják leharapni a fejemet. És valaki megjavította, milyen jó fej, nem? Ha elég gyors vagyok és ügyes, szépen be tudok ide jönni, annak, hogy a untá az engem megtépne, mondom én. Na. Oké, köszönöm. Elnézést a kitérőért, szóval lényeg az, hogyha fölveszitek azt a két darab növényt, ugye a pirosat kéket fölvehetitek, viszont akkor azonnal pakoljátok ki szépen ott a következő ládikába, ugye, ami le van a lépcső alján. Azonnal, jó? Azonnal. Ennyi a lényeg. Én ezt most benéztem, ez van. Legalább hál' Istennek csak egy kéket veszítettem, más nem. És akkor most fogok menni majd szépen. Gyerünk. Ide. Itt igazából semmi extra nincsen azon kívül, ami ott van nekem. Ez a rész az kedves és aranyos, és próbálom megúszni. Jó? Próbálom megúszni. Meg is van a doboz, köszönöm szépen. Gyorsan miatt még bármi történne itt váltok. Ezt összekombinálom, ezért mondtam, hogy máshova fog kelleni. Fú, de gyűlölöm ezt a puzzle-t. Az a baj, hogy annyira rohadt szemét módon van egyébként megcsinálva, hogy tényleg ilyen nagyon ki kell centízni, hogy minden odaférjen éppen, hogy csak. Oké, ez nagyon a széle. Akkor a következő, az pedig... Elvileg ez a következő, ami ide jön. Ha igaz. Nem? De, ez az. Ez az, hogy meddig tudom még bemozdítani, hogy legyen helyem. Ennyire biztos. Van itt egy ilyen. Ezt el kell forgatni, és akkor próbálom a lehető legjobb aljára tenni, amennyire csak fizikailag lehetséges. Ennyi talán, itt a vége. Oké.
az a baj, hogy nagyon-nagyon ki van centizva az, hogy hova fér el, meg hova nem fér el, szóval ez egy ilyen... De a D-padot nyomogatom annyira iszonyat minimálisan, hogy azt én elmondani nem tudom, gyerekek, de tényleg. Ez necces lesz, lehet, hogy előről kell kezdenem, majd mindjárt kiderül. Töké, oké, kiváló. Kicsit megfuttatjuk. Adott még egy tőre egyébként, hogyha szeretnétek. Na. Mondom, hogy kell egy tőre, rohadék az ellopta. A kurva anyádat azt. Ott van némi zöld növény, hogyha szeretnétek, két húzba mindig. Hagyjam egy békén. Na, mindegy. Jó, szóval, hogyha nem bédeztek ennyit, mint én, akkor van ott még egy tőr. Oksi? Oksi. Egy pillanat. Ez nem tudom, mi volt, de mindegy, oké, apróság. Lehet, hogy valami... Mi a franc? Na most talán jó, oké, szóval bocsánat. Ugye kifele kell jönni, nem tudom, igazából azt írta, hogy mit te egyik kábel nincsen rendesen bedugva, de hát őszintén megmondom, annyi rohadt kábel van itt, hogy nem csodálkoznék rajta egyáltalán. Na, a következő részet azt szeretem. Megyünk erre vissza fel a hollós részre, igazából így a legegyszerűbb ezt megúszni. A kulcs, amit kaptunk, az arra való, hogy... Most hogy is állok? Nem, mindegy, azt majd később. Menjél már. Na most igazából első körben nekem az aksit kell majd a helyére tennem. Azt kiraktam? Nem raktam ki elvileg, ha volt annyi eszem. Nem, az aksi az nálam ma jó. Tehát akkor igazából aksi. Ezt pedig szépen beteszem ide. Az a jó, a hunterekben egy hál' Istennek lassan reagálnak, és első körben fitoktatják az erejüket, hogy ők mekkora fasz a gyerekek, ami azt jelenti, hogy nekem mindig van egy ilyen egy-másfél másodpercem elstisztolni mellettük, például most is majd mindjárt. Ez így van, bemegyünk, köszönöm szépen. Ezt most szeretném elhasználni, hogy később legyen. Később ne kelljen szórakoznom. Ez egy kicsit necces egyébként, de megoldjuk. Lámpa. Kapcsold már be, na végre, köszönöm szépen. Most itt pedig akkor először is ez mindenképpen kell nekem, köszönöm szépen. Egy metal object, igen. Meg itt van a... Ott. Azaz, köszönöm szépen. Most ugyanazt fogom megjátszani, mint az előbb, hogy innen kimegyek és bemegyek abba a hollószobába ismételten, ugyanis akkor minden alkalommal visszaállnak szépen az alaphelyzetbe, jó? Jó. Azaz. És akkor most pedig, hogyha innen kifordulok, akkor szépen így el fogok tudni így húzni mellette, mint a vaddibák, jó? Ennyi. Köszönöm szépen. Azt se fogja tudni, hogy mi történt vele. Mondom én. Jó, tehát igazából csapkodja a levegő, de hát sokat nem ér. Megint vissza az istenverte ízékhez. Kurvni nálam van, vagy elcsesztem? Elcsesztem. Nem baj, majd teszünk egy kitérőt, jó van. Mindegy, jó vagyok itt. Most már megoldom, jó? Tehát most már megoldom. Az az igazság, hogy az égvilágon semmi kedvem nincsen most még szórakozni pluszba, szóval... Ja. Szóval egy kicsike kitérővel igazából, ja, azt ki kellett volna vennem azt a kurblit magamnak még menet közben, de mindegy, mindegy, majd legközelebb figyelek erre is. De kicsit bejárunk mindent, jó? Tehát itt igazából már nem sok minden fog minket veszélyeztetni, ugye mindent kiírtottunk, kivéve ami kígyó. De hát ami késik, az vonat. Szóval ugye, az elmélet az úgy szól, hogy egy darab kígyó van, aki nagyon-nagyon kurvára veszélyes. Ottni. És persze, az meg, hogy belefutottam. Na mindegy. Nem baj. Kezdek hozzászokni. Na
Most tekintve, hogy nekem továbbra sincsen egyébként kurblim a gyerekén, ezért most megyek vissza tovább igazából oda, ahol van egy... akarom megint visszamenni ezen az útvonalon. Megyek vissza oda, ahol ugye van láda. Na mindegy. Apróság, 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 de ez van. Nézzétek el nekem, jó? Tehát eleve, hogyha arra mentem volna, hogy hú, de nagyon gyorsan minden az égvilágon, akkor szerintem a gyógyító cuccok meg lőszereknek a nagy többségét ott hagytam volna a francba, jó? Ez van. Menjünk oda befele, gyerünk, 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 gyerünk. Most a puzzle a következő, hogy amikor ugye mi a vizet azt leengedtük, hogy tudjunk közlekedni, akkor egy jó kis vizesést sikerült magunknak kreálni, ami annyira nem egy fasz a dolog, mert azon kéne majd átmennünk. Na de, ezt meg fogjuk tudni oldani még hozzá egy kis kerülővel. Itt jön be a képbe az aksi. Hol vagy te? Te kerentyű. Gyerünk már! Tényleg egyszer rendet kell raknom itt, na mindegy. Szóval ez megvan, Jillnek igazából van elég helye, hogy ne szórakozzunk azzal, hogy most pakolgassunk össze-vissza, ez most marad nálam, és akkor most megoldom. Sőt, szerintem, hogy biztosra menjek. Ha már itt vagyok, fegyver van a kezemben, akkor használni is fogom. Ott volt egy kutyi, igazából. Ha nagyon szeretnétek, akkor a kígyókat egyébként le is lőhetitek, akár pisztolyjal, akár sárgana, bármivel az égvilágon működik, jó? Tehát ki lehet őket nyírni probléma nélkül, és utána nem is termelődnek vissza. Ez egy pozitívumuk nagyon. Na szóval... annyira gyönyörűen megcsináltak egyébként a HD verziót, tényleg, hogy minden egyes rohadt fűszálat lehet látni, ezt annyira imádom. Buksi! Bazd meg! Na végre. Egy kicsit többet használtam a kelleténél, de nem baj. Szóval a koncepció az, hogy az aksit beteszem és innentől kezdve ugye föl tudok menni a lifttel. Ez volt, ami hiányzott. És gyakorlatilag az egésznek a háta mögé kerülök. Ez az egy hely, amit nem néztünk meg eddig. Így, ahol kijövök, az gyakorlatilag ugye itt van. Így már ismerősebb, nem? Három kutyuska volt itt, mindenképpen ki kellett nyírni őket. És most akkor vízcsere. Gyerünk! Na, erre kell ez? Tökéletes, jó, köszönöm. Hogy miért ezen az oldalon jöttem le, azt nem értem még mindig, de mindegy. De mindegy. Egy valamit nem csináltam meg, és azt meg kell nekem csinálnom majd hamarosan, de majd mindjárt megyek oda is. Majd mindjárt megyek oda is. Ez a baj egyébként, hogy annyi helyszín van, tehát a sorrendet basszus úgy, hogy nem olyan régen még Kriszt kellett memorizálnom. Azért nem olyan egyszerű tartani, na. Higgyétek el nekem, jó? Higgyétek el nekem. Ja, na erre még nem jövünk. Erre még nem jövünk, erre majd később. Még van valami, amit el kell intéznünk mindenképpen a házban. Erre, bocsánat. Ja. Egy apró dolgot elfelejtettem, ami very fucking fontos. Ja, de akkor mégis csak ez a liftot, bocsánat. Ja, nem. Tudjátok, mit arra megyünk, jó? Úgy is visszajutunk, szóval annyira tök mindegy egyébként, hogy melyik irányba. Megoldjuk. Na, először is bemegyünk itt.
Ja, arra lefele, bocsánat. Itt igazából mindegy, hogy melyik irányból megyünk, szóval teljesen tök mindegy, én most éppen erről kerültem. Ja. Jelenleg még teljesen jók vagyunk. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? De Jill meg sem kérdőjelezi egyébként, hogy ki volt az, mi volt az, hogy csinálta, miért csinálta. Tehát azért egy lövéssel leteríteni egy fickót. Az ja, profi. Valamit fog, oké. Okay. De úgy is vissza kell mennünk a házba, úgyhogy igazából a sorrend ilyen szempontból teljes mértékben tök mindegy. Hagyja békén. Úgy, ezért mondom, hogy a hunták, azok hál' Istennek mindig így megállnak, és az... Így. Idiómák. Következő résznél viszont ugye megmarták a seggemet a legutóbbi alkalommal, amikor itt voltam. Remélhetőleg most sokkal jobban fog sikerülni. Ja, kettő dolgot szúrtam el. Rossz helyen mentem, meg nem siettem. Mondom én, látjátok? Az így is lehet ezt. Így is lehet ezt, oké? Tehát... Mondjuk ezt nem érzékelte lépcsőnek, szóval most igazából magammal csesztem ki, de hogyha gyorsabb lettem volna, akkor még királyabb az egész. Na mindegy. Akkor most pedig ugye itt van nekem kettő darab ilyen cucc, amit ugye tudok használni. Ezt igazából csak elteszem későbbre, hamarosan úgyis jövök errefele. Viszont ezt elrakom, erre már nincsen semmi szükségem. Oké, és valahova. Ó, nem látom ever. Nem. Ezt meg jelenleg csak bepakolom szépen ide a következő helyére, és akkor mindent tudok, hogy van. Ja. Magnum viszont kelleni fog. Meg lőszerek hozzá. Magnum revolver, bár nem, ennek elégnek kell lenni elvileg. Elvileg, vagy mindjárt kiderül. Szóval... Igen, ez jó móka. Jillnek annyi könnyebbség egyébként ez az egész, hogy egyáltalán nem kell foglalkoznia majd a lángszóróval. Ez egy tök pozitív dolog. Ott meg volt egy zöld növény, hogyha valaki esetleg menet közben megkarmolta volna magát, vagy más karmolta meg, jó? Mint hogyha valaki nem tudja, akkor vannak itt lángszórók, amiket... Oké, fordul. Fut! És Jill is utálja a sziklákat! We hate the fucking sziklas! Azaz! Azaz, erről van szó. Ja. Elvileg talán lesz elég helyem hozzá, én ezt ilyenkor szoktam felszedni. Na, mert ott még egyet ki kell majd vennem. Jó, akkor visszamegyek gyorsan pakolni, elnézést, mert rájöttem, hogy itt nem fogok tudni most labdába rúgni. Ott fog kell, én majd azt mondja, hogy lehet, hogy éppen lesz elég helyem, de valószínű, hogy nem, szóval inkább visszajövök, aztán pakolok egyet. Őt is. Köszönöm. Jó. Rakjuk el, amit el kell rakni, oké? De szerintem az előző alkalom is egyébként én fogtam magam és visszahoztam ide szépen a... mi az Isten, ugye ezt a shotgun lőszereket is. Tökéletes. Tese kell lesz most. Valamint. Ő sem fog kelleni. Oké. Ez így most megfelel. Tökéletes.
Nagy a pofám, de a francokat, legyen valami biztonsági tartalék, különben mi az Isten, megkarmolok valakit, jó? Ezt visszavesszük, oké? Ezt az egyet. Anyám kinyert, bakker, hogy nem vagyok képes következetesen bassza meg megcsinálni, pedig gyakoroltam, csak tudjátok, amikor keverednek a dolgok, meg amikor megvan az izgalma az egésznek, hogy akkor mész és haladsz és csinálod, és ez... Arckaparás ez erről. Na, ezt a részt utálom, de sajnos muszáj elfoglalkozni. Biztos is, hogy meg fognak tépni, majd mindjárt kiderül. Ott is van az a kis szar. Lassú vagy? Ennyi, oké. Azonnal ki innen ebből a rohadékból, ugyanis akkor eltűnik ez a nagy darab pók, meg eltűnnek a kicsinyei, akik rajzanak ki, az a rohadék az meg nem zavar igazából. Most de a Krisznek nincsen lángszórója, szóval kell nekem egy B-opció. Ha valaki esetleg nem készült ezzel föl, akkor annak itt van egy lehetőség, hogy ott egy kés, jó? Na szóval, bocsánat, malőrvat, ezzel fogunk most tovább menni, és itt pókhálót vágni, jó? Tolja, Jill, bízunk benned, azaz. Erről van szó, mehetünk is tovább, jó? Mehetünk is tovább. Azért valami nagyobbat veszek föl magamra, az a biztos. Fú, gyerekek, na így még nem jártam. Most nem tudom, mivel valamiért akadozott a felvétel. Franz tudja, hogy miért. Fú. Menjünk. Mi van ott? Arra semmi, bocsánat. Itt használjuk el másodszor és utoljára ezt a cuccot. Persze, hogy rossz fele fordulok, bocsi. Na most a tudni. Itt háromszor kell forgatni rajta. Jó, remélem, hogy nem cseszem el. Azaz. Necces lesz, mert elindul az a kibaszott kő, és onnantól kezdve igazából, ami kinyílik szoba, oda kell bejönnünk, szóval tök egyenesen és balra, jó? Utás. Azaz. Töké. Kiváló, jók vagyunk. És akkor menjünk ide befele. Azaz. Azaz. Ezt a szobros szart meg utálom egyébként, mert annyira fajék egyszer, hogy az már idegesítő, de ez van. No, menjél vissza. Na szóval ugye, gyakorlatilag itt annyi a szobros sztorinak a lényege, hazudtam, még egyszer kell használnunk a kurvodit. Annyi a sztorinak a lényege, hogy van itt egy ilyen cucc, aminek hogyha oda toljuk elé, akkor ő azt eltolja kicsit. Anyádat már! Annyira pontosan kell rajta lenni, hogy az félelmetes. Menjél már oda kurvizni, baszod! Na végre. Szóval, szépen eltolja innen, ugye? És akkor nekünk pedig, ugye, a helyére kell tenni. Na most ugye itt arra is kell figyelni, csak hogy a helyén legyen, hanem hogy jó legyen forgatva. Na erre való ez a cucc, amire hogyha rámegy bármi, azt elfordítja. Engem is, jó? Forduljál már, azaz, köszönöm szépen. Na. Összességében kettőt kell rajta fordítani, hogy jó irányba álljon. Ja. Nem szoktam ilyenekre használni egyébként mi az isteneket? Ezt az irányítást, ugye ezt az analóg irányítást, de néha hasznos próbálom gyakorolni, de hát ugye nem biztos, hogy most kéne éppen a felvétel kellős közepén. Na, most meg is vagyunk vele, faszom. Még mindig a tank a legjobb. És akkor szépen fogjuk magunkat és letoljuk innen, hogy véletlenül se fordítson rajta még egyet, mert akkor kell hármat, jó? Oké, és ezt kicsit odébb kell húzni.
Nagyjából, aztán majd kiderül, hogy ügyesek voltunk-e. Telibe! Telibe! Meg is van. Ugye ez pedig igazából egy lift alkatrész, arrafele fogunk visszamenni. Ja, ugye ott volt a legelején az egész. Na, erről jöttünk, kérem szépen. Oké. Ödödán! Igen, tehát ez a baj egyébként, hogy tényleg annyira precízen kell mozdulni, és nekem tényleg az ilyen nagyon-nagyon minimális, tényleg tizedmásodpercekre beszélünk, az ilyen tizedmásodperces delay miatt engem annyira tud zavarni, basszus, hogy az olyan félelmetes, ne tudjátok meg mennyire idegesítő. Szerintem lesz, amit kipakolok, van egy ilyen sejtésem. Sőt, és az rohadtul nem fog kelleni, jelenleg semmi szükségem nincsen a... Mi az Istenre sem? Erre. Oké. Akkor sejtitek, hogy milyen, ugye? Ugye? Csak a szokásos.